Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy picike kis programra fogok kitérni. Igazából erőteljesen kérdés, hogy érdemes-e használni, avagy nem. Én azt mondom, mivel maga a program kicsiny, és általában szereti az ember a gépét tisztán tartani, ő neki, aki így gondolkodik, érdemes. Aki azt mondja, hogy pár megabájtnyi, hát hogy is mondjam, szemét simán elfér az ő gépén, mert hiszen a mai tárolóhelyek elég nagyok, ő neki pedig nem. Hát miről is beszélünk? Van ez a Flatpak kis programocska, gyakorlatilag ez egy Flatpak takarító dolog. Azaz, hogyha feltelepítesz egy Flatpak csomagot, mégiscsak úgy döntesz, hogy nem szeretnéd azt használni, eltávolítod. Elvégzed az utána való takarításos műveletet, amit a rendszer alapban meg tud csinálni neked, ezen nincs gond. Ennek ellenére picikek is dolgok maradhatnak. Itt valóban ne több gigányi anyagra gondolj, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy egy giga alatti dolgokra ő nem fog odafigyelni, akkor ő neki nem való, de hogyha azt mondja valaki, hogy igen, szeretném tisztán tartani, és az esetlegesen ott maradt picikek is fájlokat, beállító konfigurációs egyéb fájlokat is el szeretném tüntetni, akkor ez neki való. Hát hogyan lehet ezt telepíteni? Gyakorlatilag többféleképp tudod telepíteni, felmész a FlatHub-ra, és megkeresed ezt a kis programocskát, és utána ide a telepítésre kattintva megkapod. Arra figyelj, na látod, pontosan most ugrott át a fordítás, fordítod kikapcsolva, ezt a kis parancsot szépen bemásolod a terminálodba, és lefuttatod. Oké. Nem is okoz az senkinek se problémát, erre azért kitértem, hogy azért így nagyon-nagyon-nagyon kényelmes és hatékony a terminálos telepítés, de én nem így fogom telepíteni, hanem hogyan. Most éppen a Linux Mintet használom, őneki a saját csomagkezelőjében van olyan lehetőség, hogy a flat csomagokat is szépen fel tud rakosgatni, elég volt annyit beírni, hogy flat, és utána meg is találta. Rövidebben is be lehet írni, megtalálja hamarosan, és utána rákattintunk a telepítésre. Természetesen megkérdezi, hogy valóban akarjuk-e, és ezt fogja telepíteni, és végezze ezt a munkát. Igen, rákattintunk a folytatásra. Hát lehet látni, hogy villámgyorsan elvégezte a dolgát. Miért? Mert pici a program, letöltötte, feltette. Itt van a 133 kilobájtos méret, azaz nem egy túl nagy dolog. Oké, indítsuk is el, innéd is el lehet indítani, meg természetesen berakosgatta magát a start menübe is, tehát itt nincs olyan, hogy csak innéd indíthatjuk, de én most innéd el fogom indítani, és indítás után ennyi. Ennyi kérje, hogy várjunk, kér egy kis figyelmeztető szöveget, és utána mit teszünk? Rákattintunk ide, hogy under stod, és húha, nekem igencsak sok mennyiségű, komoly 127 megabájtnyi anyag maradt fent különböző programok által, amiket leszedegettem a rendszerembe. Hát valószínű, hogy az első az, hogy én a Kozit egy audiokönyvkezelő dolgot használtam, és ő azért elég csúnyán belenyúkált egy-két helyre. Úgy értem, hogy ide-oda adatbázisokat létrehozott, ava neki kell, tehát nem jelentette ez gondot, hogy odahozta, de hát illet volna leszedegetni, na hát bizony ezeket le tudjuk szedegetni. A lehetőséget megadja, hogy egy adott programnál, ami esetlegesen visszakerül a gépedre, vagy esetlegesen újra ki akarod próbálni ugyanolyan beállításokkal, azoknál ez a tisztítás ne történjen meg. Nyilván, hogyha kiveszed a pipát, akkor a Kozinak, ide szépen kírja, hogy Kozinak a dolgai az, amik ekkorák, 127 megabájtnyi, akkor nem fogja eltüntetni. Nyilván én azért indítottam el ezt a programot, mert természetesen szeretném az összes már eltávolított flat csomagnak a ott maradt akármiért, rábízom, tudja ő, hogy mi az és miért nem kell, azokat el kell távolítani, el szeretném távolítani, és ennyi. Komoly 127 megabájtot sikerült megmentenem, ott a pipa, kalap, kabát. Valóban ennyi. Valóban ne arra gondoljatok, hogy most aztán lesz 500 terabájtnyi helyetek, és minden olyasmit eltávolít, ami egyáltalán nem kell. Ez a flat csomagok ott maradt, nagyon ritkán, nagyon kevés, ott maradt dolgait fogja leszedegetni, amik éppen már nem kellenek.
Ez nem helyettesíti azt, hogy normálisan kell leszedegetni egy csomagot. Nagyon fontos elmondani, hogy ez nem nyúl olyasmihez, ami fenn van telepítve. Ez nem fog olyasmi műveletet elvégezni, amit neked kellett volna elvégezni a szabvány eltávolításhoz, hanem csak a véletlenül slendriánul megírt program, ami nem szedi le azokat, amiket ő fölrakosgatott vagy létrehozott, azokat fogja leszedegetni. Ezt nem kell sűrűn. Persze, hogyha sűrűn használsz, felraksz, leszedsz flat csomagokat, akkor igen, természetesen, de hogyha normálisan használod a gépedet, és időnként felraksz, leszedsz ilyen csomagokat, és esetleg marad valamit, fél évente, évente bőven elegendő ezt futtatni, mert nem egy nagy mennyiségű dolgot szed le. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, és döntsétek el, hogy szeretnétek használni, avagy nem. Köszi szépen, sziasztok!